Japánban ősidők óta úgy hitték, hogy a rókatündérek elátkozott női démonok. Az átok szerint, ha a rókatündért megkívánta egy férfi, az halállal lakolt. Liza 12 éve ápolta a japán nagykövet özvegyét. Egyetlen barátja Tomi Tani, a néhai japán énekes kísértete volt, akit csak Liza látott. Ja, baj, csillagom. Liza biztos volt benne, hogy ezen a napon fog megismerkedni élete szerelmével. Szabad? Lekváros gomba pörkölt. Uram, atyám. És végre boldog lesz. Ugye nem fogsz meghalni? Én még soha nem voltam nővel. Nem zörög a haraszt, ha... A kurva anyját. Ami azt a japán bolond ápolónőt illeti, 3 hét, 3 halott. Figyelj azt a lányt, rendben? Állj, ne mozduljon! Róka! Tündér! Vagyok! Egyesek szerint a női vécében kezdődött az egész. Ez egy lófasz, nem nyomozás. Maga szerint bűnös. Dance, dance, have a good time. Néma gyereknek ugye tudják, üzé a